Marosán György 2 évig volt a KNK-se vezetőedzője, a történelmi feljutás után az NB1-es tagság megőrzése azonban nem sikerült a csapattal, így a szezon végén Szombathelyre távozik. A leköszönő trénerre a megteremtett értékekről, a szurkolókról, illetve a városhoz való kötődésére és távozásáról is beszélgettünk. Egy fárasztó szezon végére értetek, ugye tegnap még Kisvárdán zártátok le a szezont a KNK-sevel. Hogyha értékelni kéne most így első körbe, akkor hogyan értékelnéd ezt az egész szezont? Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy egy történelmi szezonja volt ez a kecskeméti női kézilabdának. Ugye az, hogy sikerült ebben az osztályban elinduljunk, erre még nem volt példa a városban. Hát nagyon szerettünk volna csodát tenni, tehát ez a feljutó csapat az elmúlt jó pár évben, 10 évben nem sikerült bemaradjon az első osztályban. Elzolva Kisvárda képezett kivétel, de hát egy teljesen más lehetőséggel dolgozó klub volt. Egy extra évre mindenképpen szükség lett volna. Az őszi szezon az egy teljesen új csapat, egy teljesen átalakuló csapat. Voltunk az őszi szezonban, úgy gondolom, hogy teljesen rendben volt a szereplés, tehát azokat a mérkőzéseket hoztuk, amikre nekünk szükségünk lett volna bemaradáshoz. Tavasszal hiba csúszott a gépezetbe, sajnos nem sikerült, ugye ott kezdett, itthon megfoghattuk volna, egy meglepetés eredményt csináltunk volna a Kisvárda ellen, Budaörs ellen mérkőzésben voltunk egészen sokáig, illetve hát Békés Csabán ugye vereséget szenvedtünk. Ott nem könnyű nyerni Békésben, de talán úgy gondolom, hogy ha az a mérkőzés meg lett volna, akkor teljesen másképp alakul. De az értékelés az is hozzá tartozik, hogy szerintem azért az, amit ígértünk, hogy szórakoztatni fogunk, az talán sikerült végre, csak egy jó pár mérkőzésen. Itt Kecskeméten azért hazai pályán nagyon jó mérkőzéseket játszunk, az említett Kisvárda, Budaörs mérkőzés, Dunaújváros ellen is az egy negyedik helyzet lett a Dunaújváros, egy fél időn keresztül mérkőzésben voltunk, sajnos ott a második fél idő volt az, ami nagyon rosszul sikerült. De aki kilátogatott a mérkőzéseinkre, nagy részt úgy gondolom, hogy jól szórakozott. Természetesen itt bónusszal egy Győr mérkőzéssel, ahol teltház volt szinte, egy múlt heti Ferencváros mérkőzéssel, ahol fantasztikus hangulat volt, a Ferencváros szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek. Szerintem ez élmény lehetett minden kecskeméti embernek. Mindig van sajnos az ember életében olyan, hogy nem sikerül a célokat teljesítse. Nekem most ez a 11 éves edzői karrieremben először fordult elő. Ez benne van, de mindenképpen értékelni kell azokat a dolgokat, amiket elért az ember. És akkor így tud tanulni a negatívumokat, nyilván megpróbálja kiküszöbölni, hogy a jövőben ne fordulhasson elő, azokat az értékeket, amiket pedig teremtett, próbálni megtartani. Gondolom, hogy ez a projekt, amiben mi belevágtunk tavaly, ez teremtett itt értéket. Ez egy teremtő munka volt a női kézilabdát a magyar kézilabdázás térképére. Felhozta. Én nagyon bízok benne, hogy ott is fog maradni, és tényleg ez egy olyan érték lesz, ami hosszú-hosszú éveken keresztül jellemezni fogja a kézilabda. Magyarország kézilabda világát térképét, hogy Kecskemét nem fog erről lekerülni, és én ehhez tényleg nagyon sok sikert kívánok a városnak, a klubvezetésnek, és mindenkinek a jövőben. Nagyon fogok szurkolni a Kecskemétnek. Ugye 2 évet töltöttél el itt, ebbe volt egy feljutás, illetve ez a történelmi NB1-es szezon. Mennyire nőtt hozzá ennyi idő alatt a szívedhez a város? Hát nagyon hozzá nőtt. Tehát nekem eddig, hogyha tényleg szabad ilyet mondani, mindig egy alkotó munka volt a feladatom. Ugye Szegeden is sikerült 20 év után NB1-es csapatot csinálni, azóta is a szívemhez nőtt a város, a klub. Ugyanezt sikerült Kecskeméten végezni. Mindig, hogyha valaminek a teremtésében, alkotásában részt veszel az elején, az mindig a tied marad, az mindig a szívedben marad. A tavalyi évben az extázis, ahonnan indultunk, tehát volt 30-40 néző a mérkőzésünk, és a végén már nem tudtunk helyet adni nézőknek, mert már nem fértek. És ez idén pedig volt, hogy 2100-an voltak a mérkőzéseink, tehát ezt soha nem fogom elfelejteni. Mindig a szívemben fog maradni a város, a szurkolók, és tényleg próbáltam ugye egy közösségi médián keresztül összefoglalni, amikor búcsúztam, az, hogy kinek mennyit köszönhetek, és kik azok az emberek. Mindig eszembe jut még valaki, hogy úristen, még neki nem köszöntem, még vele nem ittam egy kávét, mégis a többi. Tehát tényleg nagyon sok emberre mindig emlékezni fogok, magára a városra pedig természetesen mindig a szívemben marad. Mennyire volt ez tervezett részedről, hogy váltani fogsz, illetve mikor jött a lehetőség, hogy te Szombathelyen folytathatod a munkát? Ez egyáltalán nem volt tervezett, tehát én nem
Én soha nem úgy megyek valahova, hogy behatárom, hogy egy vagy két évig maradok. Egy munkát elkezd az ember, egy alkotó munkát, az sikerült megalkotni. Ugye itt most ennek az állandósítása lett volna a fő cél, az utolsó pillanatig itt szerettem volna maradni, sajnos nem így alakult, volt már erre példa a történelembe, sporttörténelembe. Igazából nem is volt hivatalos az, hogy én nem maradok, egy baráti beszélgetésnél utaltam arra, hogy valószínűleg nem tartanak igényt a munkámra, Kecskeméten, és másnap már csörgött a telefon. Tehát nagyon örülök ennek, hogy mégis azért elismer a szakma és a magyar kézilabda, hogy hát nem voltam gyakorlatilag munkanélkül az utóbbi években, talán egy percet sem. Ezért nekem nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell tanulnom, nagyon sokat kell fejlődnöm, hogy ez a jövőben is így legyen, de annak nagyon örülök, hogy tényleg értékelik azokat az erőfeszítéseket, amiket én végzek a magyar kézilabdáért, de azt tudom, hogy nekem még nagyon sokat le kell tennem az asztalra, hogy ez így is maradjon, illetve egy szinten feljebb lépjen ez az igény. A szurkolók is nagyon megszerettek, amellett, hogy te is ugye a várost. Mik a kedvenc élményeid, illetve hogyan lesz-e valamilyen formája a búcsúzkodásnak majd a szurkolókkal? Nekem mindig a szurkolók a legfontosabbak. Hát ezt mondtam egy korábbi interjúban, hogy jó magam is B-közepes voltam, ugye populáris nevén B-közepes, még Makón, Szegeden is rendkívül jó viszonyom volt a kemény maggal. Ez Kecskeméten is így volt, tehát tényleg most felsoroltam az összes srácnak a nevét, de egytől egyig mindenkivel, akik ott vannak a harcban mellettünk. Tehát nem egy olyan meccs volt, amikor megőrültünk, tehát egy harakiri meccs volt, és ott voltak mögöttem, hátra néztem, és láttam, hogy szinte ők is a pályán lennének. Nekem ők is a játékosaim, nekem ők is a harcostársaim voltak. Mindenképpen szeretnék egy közös valamilyen összejövetelre elbúcsúzni tőlük. Itt most terveztünk, múlt héten egy kalocsai túrára becsatlakoztam volna hozzájuk a foci meccsre, amikor mentek. Sajnos meccsem volt másnap, így ezt nem tudtam bevállalni, de egy bográcsozás tervezünk a srácokkal, amikor mindenkinek jó lesz. Én nagyon nagyra értékelem az ő elismerésüket. Akkor dolgozik valaki jól, úgy gondolom, hogyha ilyen támogatói vannak, mint a szurkoló. A szurkolónál nagyobb kritikus, nagyobb elismerő nincsen. És a kritika is olyan, mind a pozitív, mind a negatív, hogy meg kell nézni, hogy ki az, aki mondja. Tehát, hogyha a srácok az a 10-20-25 ember, aki megörül a meccsen, és ő egyszer kritikát gyakorolt volna felém, akkor nincs értelme folytatni. Tehát azok, akik tiszta szívből, még egy páron mondták, és mi nem értünk hozzá, csak azt látjuk, hogy nagyon akartok, és ez a fontos. Tehát mindig azt mondom, lehet hibázni, mi az hibázik, aki dolgozik, de nem akarni nem lehet, és gondolom, hogy mi az utolsó pillanatig akartunk, amikor nagyon sok problémánk volt már, és mi akkor is megtettünk mindent, ez nálam alap lesz, amíg lélegzek, amíg edzősködök. Kicsit tekintsünk akkor a jövőbe. Mire lehet majd képes a Szombathely, illetve te hogy látod annak az építkezésnek, amit itt Kecskeméten elkezdtetek, az hogy folytatódhat majd a jövőben, milyen jövőképp lehet? Hát ugye a kecskeméti építkezésről én azt nem tudom, tehát nyilván ez már nem az én feladatom, erről nem is tudok mit mondani, nem is nagyon szeretnék, én tényleg csak annyit szeretnék, hogy sikeres legyen ez a csapat, és ez, amit felépítettünk, az tovább épüljön. Még egyszer nagyon szurkolok ezért, és szeretnék jönni látogatóba NB1-es kézlabda mérkőzésre a következő években is. A Szombathelyen ugye megint egy teljesen új környezet, megint egy olyan dolgot kell csinálni, ami még nem volt, egy NB1-es csapat a célja a Szombathely városának, nem volt még sohasem Szombathelyen NB1-es kézlabda, ezért nagyon sokat kell majd ott dolgozzunk. Meg kell tanítani győzni a játékosokat. A többi két évben bajnok esélyesként indultak, nem úgy sikerült az évük. Mindenképpen egy győztes mentalitást szeretnék meghonosítani, illetve hát szokásos, de azért találkoztunk mi nyáron a stadionban, fizikálisan egy egészen kiváló csapatot szeretnék, és utána belemenni azokba a modern kézilabdára jellemző dolgokba, ami egy nagyon hosszú tanulási folyamat. Szeretnénk az NB1-ben nyugatot megnyerni, és ott is egy NB1-es csapatot csinálni. Talán nem említettem, egy picit visszakanyarodnék, ami nekem nagyon fontos, hogy jó pár játékossal több évet dolgoztam, ugye akár Kecskeméten kettőt, vagy már a korábbiakban is, rendkívül nagy élmény volt, és talán most név szerint is kiemelhetek embereket, tehát egy Faust Évával való munkára
szerintem örök életemben emlékezni fogok. Egy Albert Helga, egy Szabó Edina, Gulyak Krisztina, egészen kiváló sportemberek. Szerintem Kecskemét nagyon sokat köszönhet nekik, hogy ők itt kézilabdáztak, hogy akár egy Varga Nikolettet említhetnék, de kiváló sportemberekkel dolgoztam, és természetesen nekik is megköszöntem, és még meg is fogom köszönni. Nekik megtiszteltetés volt az edzőjüknek lenni. Emellett azért, ahogyan ti viszonyultatok akár hozzám, akár a csapathoz, és most itt a Kesportot emelem ki, de a médiára gondolok, nagyon jól együtt dolgoztunk. Hát, szerintem párját ritkítja Magyarországon az a média hozzáállása, ahogyan ti viszonyultatok ehhez, ezt még egyszer köszönöm, és hát gratulálok nektek ehhez, ez a profizmushoz, ahogy viszonyultatok, és ahogy közvetítettetek, amilyen türelmesek voltatok, illetve amennyire együtt ünnepeltetek velünk. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!